A struktúra hosszanti iránya felől maga tehetetlenül időzve, nyomatékos és azonnali hiánypótlással élve, a folyton opponáló aprómunkás szakszervezet osztatlan nemiségének elismerésében páratlan esély kínálkozik arra, amerre eszünkbe nem jutott volna, valós ösvényeit nem találtuk volna, lankadatlan figyelmét figyelembe nem vettük volna, miközben minden jel arra a pontra mutat, s csak onnan ágazik befelé hirtelen haraggal vegyes megbánással, holott sosem volt, és most sincs miért, de ez a fékezhetetlen önmarcangolás ildomos bizonyos váratlan helyzetekben, hova tovább egyenesen szakszerűtlen annak elhagyása, hiszen bármeddig elnavigálhatjuk magunkat, attól még nem leszünk arrébb. Legfeljebb lemérjük minden kétkedőnek a magunk közti távolságot, mely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy rendelkezésünk álljanak azok a részletek, amelyeknek az egészhez viszonyulásáról ugyan nem tájékoztattak bennünket időben, de mi vakon, lázasan és tüzetesen éljük a tünetmentesek életét, minden második hétvégén, a hajnali órák egy bizonyos folyton máshol felbukkanó pillanatában, öltönyben, fürdőnadrágban, a nevelő otthon gondozatlan parkjában egymásra neheztelő Szobrok hatósugarában. Ezért vállaljuk a helyzet ez idáig még nem deklarált komolyságát, mert minden bizonyal az érési folyamat végére értünk, innen már nincs számottevő lépés, igény lenne rá, de eszünkbe se jut, mint ahogy arra sem gondolunk, hogy ebben az ostromorientált fáziskésésben mi volnánk az utolsó védvonal.